első helyét a bajnokság végéig. Megjöttek a csapatok most már az öltöző folyosóra, és megjöttek a nézők is, jó néhányan. Több ezren érkeztek Székesfehérvárról, és a győriek is bizony kitettek magukért. Videóton nagyon szeretne itt bajnoki címet ünnepelni, és megfosztani a harmadik helyétől a Győrt. A győriek pedig azt szeretnék, hogyha ők vehetnék el végérvényesen a Videótontól a bajnoki cím esélyét. Szakály tehát. Szakály, ott Elek jön, és Lipták kifejelik a gólvonalról. Ott a lövőhelyzet, ez pedig kijön Stevanovicsról, és másodszorra megfogja. Meccs első helyzete mindjárt kettő. Itt van Lipták fejese, ez sikerül kiborítani a gólvonalról. Érkezik Polonkai, Stevanovics üt bele, és csípi el. Nagyon nehéz dolga volt pedig, mert takarásból jött a labda, de még fel tudta kapni a kezét Stevanovics. Szakály, nem rossz az, Stevanovics! Hát úgy tűnik, hogy a mai napon életveszélyesek a Videóton szögletei. Horváth lőtt ezúttal, Stevanovics is széttárja a karját. Nem csodálom, de két emberre kellene elsősorban figyelni, a Videóton két belső védőjére. Sándor, Tokodi, az nagy labda a Koltai középen, Zitzer, és nagyon jól jött ki a kapujából Tuivel. Mikorek? Elhúzta a lábát Farkas Balázs, szabadrúgás, amit gyorsan elvégzett a győri Eto, és így azonnal el is vesztették. Nikolic, Sándor, Nikolic, Polonkai, tovább passzolja, Sándor, éles a szög, kapufa! Sándor, a jobb oldalon Andics indul be. Andics, mindig 10 emberrel az Eto, Andics jó a Cselkoltai mellett elmegy, Andics lövésre, Sándor átveszi, lövi Stevanovics. Sándor egy picit a háta mögé kapta, de ez volt jó neki. Hoppá, Piribaitis rúgott jókor a luftot, mert Koltai elhozta a labdát. Az lövőhelyzet, éles szögből Tuivel védi Szabó lövését. Ami nem sikerült, 45 percig az első félidőben, az sikerült 3 perc alatt a második félidőben. Egy kaput eltaláló lövés Szabótól, nem sikerült kivágni. Jó csel, King, ballábbal King, Tuivel. Újabb csere lesz majd az Etónál. Piribaitis visszakapja, és üresen van ott középen. Alexidze, Piribaitis, az ott helyzet, Piribaitis Tuivel! Ő végigállta a sarat. Óriási passz Alexidzétől. Piribaitis lövi el, Tuivel pedig szépen zárja a szöget. Jó, az a hosszúra, megint Tuivel! Alexidze! Három védés, három nagyon fontos védés Tomás Tuiveltől. King. King a bal oldalon, Alexidze, most már huzamosabb ideje. Mióta bejött Dinnyár. Kopa. Sokáig várt, nagyon sokáig várt Kopa. Polonkai. Nincs középpályája most az Etónak. Polonkai hozza át. Elek. Elek messziről, megpattan Stevanovics. Azt hiszem, hogy már erő sem nagyon van a játékosokban. Alves, na most elhozza a labdát, bajban lehet az Eto. Alves megy. Alves a 16-oson belül ellövi éles szögből, belevetődnek, és aztán eltalálja Fehért Alves. Alves úgy érezte, a lövés a legjobb megoldás, aztán ott kétségkívül eltalálja ellenfelét. Még akkor is, hogyha nem szándékosan tette. Farkas. Farkas 2. Meg tud lépni Farkas 2. Átlép az ellenfél tér felére. 4-4 ellen. A szép passz Polonkai át tudja venni, de nincs lövőhelyzet. Sarokkal vissza Farkas 2. Nem lőtte el Polonkai. 21 néhány méterről lőhetett volna. Inkább passzolt. Tokodi. Dinnyár. Szépen lassan mindenki feláll az Eto Parkban a helyéről. Stanisic egy lövés, megpattan gól! Stanisic vezet a győri Eto a 82. percben. Elképesztő dráma. Dermedten állnak a Videóton játékosai. Előre jött
Barišić megpróbálkozott egy átlövéssel, az megpattant, és kikötött a kapuban. Tuivel már tehetetlen volt. Starišić 25. NB1-es meccsén gólt szerez. Idén még nem tudott betalálni. És így a Győri Eto harmadik helye betonbiztossá válik. Ha kitart ez az egy gólos aprócska előny a meccs végéig, nem tudja elérni még azt sem, hogy bajnoki döntőt játszhasson a Debrecenben. És ki gondolta volna, hogy az utolsó forduló 83. percének legvégén mind a Debrecen, mind a Videoton hátrányban lesz. Ez a helyzet. Farkas, és természetesen a meccs lefújása után azonnal megyünk Kecskemétre. Elek, Egycsel, kifejelik középről. Jó az átvétel, és itt a vége. Kedves nézők, győzött a Győr, és harmadik, második a Videoton, bajnok a Debrecen. És közben meg is mutatjuk, ha már Nyilasi Tibor áttért a Győrre, hiszen természetesen nem feledkezünk el az Eto együtteséről sem, csak elsődlegesen a bajnokavatásnak és annak körülményeiről beszélgettünk. Szóval egy óriási bravúr, hiszen Pintér Attila ugyanazt tudjuk mondani, amit a Videoton esetében, amikor oda került, hát nem biztos, hogy sokan mondták volna, hogy ez a csapat harmadik lesz. Szerintem interes játékot játszanak, ami azt jelentette, hogy először megfojtották az eleflet, majd abból próbáltak gólokat szerezni, le a kalappal előtte és a csapat előtt, mert nagyon-nagyon lépésről lépésre fejlődtek, az elején még nehezebben, de aztán egyre jobb teljesítményt nyújtottak, és hát ilyen tekintetben megérdemelt a bronzérmet. Én azt gondolom, hogy mindenkinek hálás kell, hogy legyek, aki bízott bennem és idehozott Győrbe vezetőedzőnek, azokban az emberekben, akik kijöttek az egész szezon alatt és szurkoltak a srácoknak. Ezeknek a srácoknak is nagyon hálás vagyok, hiszen nagyon sok kritikát kaptak ebben az országban, amit az elejétől fogva nem érdemeltek meg. És mondtam nekik is meccs előtt, bármi történik a mérkőzésen, legyen bármi az eredmény, én akkor is büszke vagyok rájuk, hiszen ők nagyon sokat tettek azért, hogy a Győri Klub fölemelkedjen. De azért gondolom nem baj, hogy nem bármi lett az eredmény. Természetes, hogy nem, hiszen egy meccsre terveztük azt, hogy nem szerettünk volna rájátszást itt, és el szerettük volna dönteni. Azt is tudtuk, hogy egy nagyon fegyelmezett és egy nagyon jó csapat ellen fogunk játszani. Az első fél időben voltak problémáink, de azt hiszem, hogy a második fél időben, amikor helyre tettük oda bent a dolgokat, mert a mi akaratunk érvényesült. Én örülök neki, hogy ez így sikerült. A meccs előtt az Interhez hasonlította a csapatot, hogy majd valami hasonlót kell várni az együttestől, mint amit a VL döntőben produkált az Inter. Rázza a fejét, de mi valósult meg ebből? Én nem azt mondtam, hogy azt kell játszani, mint az Inter, hanem azt mondtátok, hogy védekező futball és bunker futball. Nem, én azt mondtam, hogy az Inter is saját térfelére fegyelmezetten visszazár, és abban próbál indulni. Mi is ezt próbáljuk, hiszen az európai futball felé megy, azt próbáljuk követni, és hála Isten, hogy sikeresen. Viszont az Interhez hasonlóan mégis egy védő lépett föl, és aztán abból lett a gól. Igen, ennek nagyon örülök, hiszen aztán is sokáig sérült volt. Egy meccset játszott az NB2-be két hónap óta, és én nagyon örülök, hogy ő is így állt be. És az, hogy a győztes gólt tudta szerezni, az külön öröm, és nagyon boldog vagyok, és még egyszer gratulálok a srácoknak. Nemzetközi kupában hol kell megerősíteni a csapatot? Vannak olyan posztok, ahol mindenféleképp meg szerettük volna erősíteni a csapatot. Keresünk, csak olyan labdarúgót szeretnénk most már igazolni, aki tényleg erősítés jelen. Hát én úgy gondolom, hogy végig mi irányítottuk, úgy nagyjából azért találkozott. Persze voltak időszak, amikor kis fölönybe tudott kerülni a Fehérvár. Úgy gondolom, hogy ami egész évben kifele pattant, most nekünk befele pattant, és úgy gondolom, hogy abszolút megérdemeltünk mind a csapat, mind a város ezt a nagyon szép bronzérmet. Egész más felfogásba jöttetek ki a második fél időbe. Kellett ez a bátorság, ez a kis plusz ahhoz, hogy meglegyen a három pont, ami nagyon fontos volt most nektek? Hát azt mondom, hogy igen, kicsit a mester főrázott minket, kicsit váltottunk is szerkezetbe, ami jót tett a csapatnak, és úgy gondolom, hogy főleg a második fél időben abszolút mezőnyfölényben voltunk. Mit jelent ez a bronzérem most szerinted a győri futball számára? Elég hosszú ideje dolgoztok ezért a sikerért itt közösen a klub vezetéssel. Hát ehelyett hagyj válaszok én, nézzük meg a közönséget ott fönn, amire talán nem mutatja nekünk. Szerintem ők, na, körülbelül ezt jelenti az egész városnak, meg még a másik oldalt is. Még egyszer, szerintem fantasztikus dolog, hogy ennyien kijöttek, és azt hiszem, hogy nélkülük nem tudtuk volna megszerezni ezt a harmadik helyet. Most már csak azt kell, hogy maradjanak is jövőre is, nem? Így, ahogy mondod, és még többen jöjjenek ki, örülnénk neki.